Na, sziasztok, üdvözletem innen Tápiószecsőről. Ez szintén egy vonalba járós videó lesz majd. Itt van egy honvédségi ipardrágány, ami egy H&M élelmiszerraktárhoz vezet. De nem így megtudtam, forgalom az nincs rajta. Szóval egyébként azon az iparvágányon kb. 4 éve volt utoljára forgalom. Egyébként a honvédség az még mindig igényt tart rá, meg is van rendelve, csak nem használják. De úgy tudom, hogy vannak tervek arra, hogy majd lesz rajta forgalom, hamarosan beindítják. Szóval ott tartottam, hogy mint nemrég megtudtam, egy-két hónapon belül terveznek szállítást onnan. De az biztos, hogy ma vonattal nem fogunk találkozni. Ugye hamarosan odaérünk a vágány végére, és akkor ezt fogom most bejárni, meg nektek megmutatni, úgyhogy tartsatok velünk. Ez egy ilyen körülbelül egy olyan 3-4 km hosszú vágány lesz, tehát ez egy ilyen viszonylag rövid vonalbejárás. És most az időjárás is kedvező, szóval zából semmi nem fog minket hátráltatni. Egyébként onnan a Tápiószecsői állomás az itt van. Most éppen a felvétel épületet elhagytuk, de itt van egy P+-szel parkoló, vagy legalábbis annak néz ki. Be is van kamerázva, mint látjátok. Két átmenő vágány az a másik, ott a 3-as meg a 4-es, ott ahol a széles peron van. Ez egy ilyen kitérő. És ebből az elsőből ágazik ki. Ez a második, az első lesz a csonka, amiből kiágazik az iparvágány, de majd ezt mindjárt megnézzük. Ez pontosan hogy működik. Egyébként most éppen a Nagykáta fele nézünk, ez a 120-ál vasútvonalon van Tápiószecső, a Budapest Nagykáta új Szolnok, és amelyre most sétálok, arra van Nagykáta. Aztán az lesz a következő nagyobb állomás. A másik irányba pedig Mende. Hát itt már látszik a peront, azt aki kicsit már elkezdte itt felverni a gaz. Ezt a részét nem nagyon használják már. Valószínűleg ide nem is nagyon szokott vonat jönni. Onnan közben akkor megérkeztünk ide az első vágány végéhez. Ez itt végződik itt az ütközőjobakban, itt mellettem a lakodó, vagyis hát amin most sétálok. Ott van egy-két újabb betonal is, az valószínűleg itt cserére készítették ide elő. És akkor ez lesz az a csonkavágány, amit lakodásra használnak. És akkor elvileg akkor ebből fog majd ott kiágazni az iparvágány a H&M felé. Hát meglátjuk. És itt a lakodó, hogy ezt használják-e vagy nem használják, azt nem tudom. De elvileg bármikor lehetne itt a vágány mellett lakodni. Hát igen, akkor megyünk tovább itt a sinek mellett, aztán meglátjuk. A kiágazás, azt úgy is fel fogom nektek venni. Itt valahol eltűnik az erdőbe az a vágány. Amikor közben eljöttem ide a váltókörzetnek majdnem a végéig, és akkor itt van egy ölhely, ezt eddig a vonatból észre se vettem. Majd akkor mindjárt jobban megnézzük az erdő szélén. Valószínűleg ez egy régi váltókezelő ölhely volt, esetleg sorompó, bármi sorompó itt nincsen, tehát az nem, de... És itt is volt egy épület, ezt nézzétek. Csak ez vajon mi lehetett? Amiben már csak téglák vannak. Meg majd mindjárt megnézzük belülről is, hogyha tudjuk. De ez egy tipikus mávszabványú épület. Úgyhogy ez tipikusan egy ölhely lehetett szerintem, a váltókat szetelték innen. Na, és itt egy akna. Lehet, itt volt a kút. Van mellette egy melléképület is. Aha, és itt volt a hátsó bejárata, ezt mindjárt megnézzük, csak kicsit itt törni kell az utat a gazban. Aha, na mindjárt benézünk. Látjátok, itt volt a villanyóra szekrény, Hát most már csak egy madár lakik bennék, itt van az egyik kis megszakítónak a maradványa is. Villanyórát leszerelték, egyébként valahol itt lehetett a bekötés is. Itt volt, és akkor be lehet nézni az ablakon. Hát tegyük ezt meg. Hoppá! Így de szépen néz ki, de ám csoda, hogy már lakatlan. Szerintem még itt fel is gyújtottak itt valamit. De akkor egyel bejövünk ide. Ez lehetett a főbejárat, nézzétek csak meg.
ez a régi izé mennyezet. Ez meg egy porszívónak a maradványa szerintem. Na, közben akkor fotózunk is, de én elkészítettem. Aha. Itt volt a villanyvezeték, színűleg, ott is. Hát nem sok maradt belőle. Ja, itt volt a padlás feljáró. Ja, nem. Ez a tipikus nádas mennyezet. Ez egy fa négyszekkel, és akkor ezt nézzétek meg, hogy... Ez meg valami spice-szerűség lehetett. De itt van egy pár vegyszer, de ahhoz nem nyúlunk, mert ki tudja, hogy van-e benne még valami, és ha igen, micsoda. Akkor ez egy kis előszoba volt, és akkor itt volt még egy szoba, igen, ott a porszívónak a csöve. Látszik. Hát az ablak is szépen néz ki. És akkor ez lehetett a fürdőszoba. Hát vagy pedig a WC, nem tudom, hogy szerintem a WC vagy fürdőszoba lehetett itt. Szerintem inkább a WC az lehetett itt. Hoppá, és ott még van egy villanykörte. És egyébként látszik itt a kályhacsőnek a helye, tehát valószínűleg vas kályhákkal lehetett fűteni. És akkor ez volt a belső szoba. Hoppá. Hát ez meg már eléggé megmaradva. Ott volt egy kanapé, ami ki van belezve, itt az ajtó. Ott van egy felfordított szekrény. És nézzük meg a többit. Az ott egy konnektornak a helye. Hát ez meg a félig leomlott. Na mindegy, gyorsan csinálok egy pár képet, aztán takarodok innen kifelé. Itt is szépen néz ki. Elég lomos állapotban van már. Nincs, akkor mindjárt benézünk ide mellé, mögé. Esetleg valakinek művelődni támad kedve. Nézzétek, meg kifeküdt az ágyamban, hol a királynő. Itt egy könyv. Ez mi? Hoppá, valami. 1971. Ez az, ami életbiztosításos papír. Meg van itt egy laktikás újság. És ezt nézzétek. Jégkorszak. November VHS és DVD-n, Geszti Péter magyar hangjával. Ezt bakra van, lehet gondolatni a kamera is lássa, az valami paszta, szigetelő anyag. Ezt kihagyték, ezt nem tudom, és akkor van itt még egy pár ilyen régi újság, meg se többi. Ez például nem tudom, mi akarna lenni. Oho! Egy úzó. Na, itt szóltok. És itt egy fali naptár. Még. Plusz van, na, hát... Ez nem gyúlok hozzá, mert ez is tiszta letek már. Jó, meg egy-két reklámanyag. De más nem látok. Hát ez... Bartók Bora. Fél édes fehér, földrajzi jelzés nélküli bor. Forgalmazza, kiskörös. Valami szőlő soha nem látogatott, de látjuk ott a felirat minőségét megőrzi 180 napig. Hát ez a tipikus özélyes oltvadkerti héttablettás. Ez az úzó viszont, de még ez sem mostani. Jó, mondjuk az úzó az egyébként is szól. Legalábbis nekem az nagyon nem ízlik. Úgy egyébként sem, még akkor sem a minőségi. Pláne, hogyha ilyen voltok alsó polcairól való, mert ez valószínűleg olyan volt. Szerintem itt egyébként valami csöves tanya lehetett végebben, de szerintem már itt már csövesek se laknak, hogy bármikor átszakadhat a mennyezet. Ez pedig a pince lehetett valamikor.
Na itt kíváncsi vagyok, mit fogok találni, de viszont ide viszont kell a vaku. Aztán a vakut tudom világításnak használni, mert más nincs nálam, de szerintem itt se fogunk semmit találni, úgyhogy szerintem megyek is. Na hát itt a másik melléképület, ez már konkrétan be is omlott. Már csak a tetőlécek látszanak. Jelenséget itt... Itt volt a padlás feljáró, meg itt lehetne a padlásra felmenni, csak már a lépcsőt ellopták, de itt volt a padlás feljáró. Vagy eltüzelték, vagy ellopták azt is. Itt meg egy fotel. Ez valószínűleg a berendezési tárgyhoz tartozott. Gyere. Mindjárt benézünk ide. Hát mondjuk ez sem valami masszívan, de melyik, ez valami disznóval vagy ilyesmi lehetett itt. Ott van bent egy sörös üveg, azt látom, de nagyon más nem. És akkor errefele mi van? Nézzük meg. Na. Hát a tetőnek egy-két darabja az itt megtalálható, de nagyon más nem. Azt szerintem itt volt valamilyen csirkeol vagy disznóol. Akkor közben nagy dehezen kimásztunk itt az ölt helyről, és igen, ott van egy fénycsorompós átjáró, tehát még lehet, hogy itt csorompója is volt. És még a fénycsorompó előtti időszakban, amikor itt esetleg tekerőcsorompó volt, akkor azt is innen kezelték. Mindjárt vetünk még egy pillantást a tetőre, amíg ott már kezd beomlani. Hát igen, mondjuk, hogyha meg lenne a padlás feljáró, akkor sem mentem volna föl, mert ahogy ott láttam, hogy már félig beomlott a tető, már inkább nem, mert valószínűleg nem bírna el. De mivel a sodompó fent van, azért vonat se fog jönni, viszont igen, itt van a csonkavágány, az első. A rakodó. És itt, és ott már balra látom a honvédségi vágánynak a kiágazását. És szépen akkor haladunk tovább. Fele kell menni. Valószínűleg több ilyen elhagyott őrt helyen nem fogok találkozni. De hát meglátjuk. Ilyet mutattam már nektek is a Szegen is, meg sok állomáson van. Tehát ezt ilyen háborús helyzetekben lehet így, hogy ilyen védett helyen legyenek a katonák, akinek gondolom, hogy a vasútállomásra, vagy itt a vasútra kell figyelni. És mivel ez egy honvédségi területre vezet az iparvágány, valószínűleg már csak amiatt is volt ide építve ez az állás. És akkor itt van egy oszlop, aminek nincs gazdája. Ez mondjuk érdekes, hogy ez egy teljesen új felső vezeték tartó oszlop, de nincs rajta vezeték. Tehát, hogy ezt miért tették ide? Na, de mindjárt csinálok képet is. Egyébként itt egy 25 kV-os vezeték is van, de ez is van. Hogy itt semmi, tehát itt van két villanypózna, ami általában ez a 20 vagy 25 kV-os középfeszültségi vezeték, de mint nem lenne folytatása, de ezt már mindjárt megmutatom nektek, csak keresek egy jobb szöget. Na és akkor ezt mutattam nektek, hogy nézzetek meg ezt a villanypóznát, és akkor nincs folytatása, és villanyvezeték sem megy tovább. De itt átjön itt a vasúti felső vezeték fölött, azért magasították meg ezt a kettőt, mert egyébként körülbelül a kétharmada szokott lenni a normál magasság ennek a középfeszültségű vezetéknek, és ennyi. Tehát ott is van ez a három vezeték, tehát ez ilyen 20 vagy 25 kV-os szokott az ilyesmi lenni, ritkábban 15. És nézzétek meg, hogy nincs tovább vezeték, de pótla sincs tovább. Tehát azt nézem, hogy itt errefele, hogyha elnézek itt ezen a földúton, másik villanypóznát csaláltok. Tehát, hogy ezt a kettőt miért tették ide, ez rejtély. Vagy lehet, hogy volt itt régen valami középfeszültségi vezeték, amit elbontottak, de valami ezt a kettőt itt hagyták.
Hát, hogy azért, mert a vasút fölött, még azt el tudom képzelni, hogy azért nem bontották el, így vezetékestől, oszlopostól, ugyanígy, mert hogy ahhoz gondolom a vasút engedélyes kellett volna, meg vágányzál, vagy ezért, vagy feszültségmentesíteni az állomást addig, ameddig leszedik. Ezt a két vezetéket aztán vagy még nem kaptak rá úgy időpontot, hogy azt mondja a vasút is, hogy most megcsinálhatjátok, mert most hozzájárulunk, hogy itt piszkoljatok az állomáson, és akkor itt dízelkitolózás legyen. Hát vagy pedig úgy gondolták, hogy akkor már inkább maradjon ott, enni nem kell. Én inkább az utóbbi tartom valószínűleg, hogy lehet, hogy a vasút azt mondta, amit teljesen jogosan megjegyzem, hogy oké, hát hogyha le akarjátok bontani és feszmentesíteni kell miatta az állomást, akkor fizessétek ki. Még mondjuk a dízelmozdonyos kitolásnak az összes költségét, esetleg hogyha módosított menetrend kell emiatt, meg kell mindent, ami ezzel jár, mert nyilván az áthaladó gyorsvonatok azok lendületből esetleg át tudnának menni, még a feszmentes szakaszon, mert ilyenre azért volt példa többször is, hogy csak mondjuk 1 kilométer, mondjuk az állomás, és addig kell a feszültséget lekapcsolni, akkor ott lendületből áthalad, és akkor nem kell dízelkitolózni, viszont a megálló személyvonatokat akkor egy dízelmozdonynak kell kihúzni a szakasz határig, és onnan vissza. És valószínűleg ezt a költséget már nem vállalták, úgyhogy akkor inkább úgy voltak fel vele, hogy akkor ez maradjon. Egyébként mind a két irányba itt néztem, de nem látok több villanypóznát, tehát valószínűleg egyébként ez lehetett a helyzet. És akkor közben itt vagyunk már az iparvágánynál. És az érdekes, hogy tehát most villamosítva van még idáig is. Bár még nem hiszem, hogy végig kiúzták volna a drótot fölötte. Nem, ott van már a villanymozdonyai jelzés. Azon azért meglepődtem volna. Amúgy, hogy ekkora forgalmat nem csinálnak, az biztos. Van egy fénycsodompós átjáró, ezt már mutattam nektek, vagy legalábbis beszéltem róla. Az is látszik, hogy most éppen nem jön semmi. Itt valószínűleg egy vágányzáró sodompó volt, annak a hűlt helye, ami gyermeszk eltüntettek. Az szokott lenni iparvágányok elején, végén, hát mondjuk ahogy nézzük, melyik irányból. A vágányzáró sodompó, annak csak annyi a funkciója, hogy normál esetben, mikor éppen nincs kiszolgálás, akkor csukva kell tartani, hogyha esetleg ipartelet, hogy bárhonnan mondjuk vagonok futamodnak meg, akkor az megakadályozza, hogy kiguduljon a nyílt vonalra. Hát akkor haladunk szépen befele az erdőbe. Hát a sínkolon át azt látjátok, hogy valószínűleg nem teljesen rozsdás még, de nem is teljesen fényes, tehát az valószínűleg valós információ, hogy kb. 4 éve nem járt erre vonat. És én mondom, úgy tudom, hogy a honvédségnek még van megrendelése ide, és még üzemben is tartják a vonalat. Emiatt a honvédség az még jelezte, hogy igényt tart rá, csak nincsen rajta fuvarozás jelenleg. Akkor haladjunk, ez eddig szépen eltűnik az erdőbe, eddig csak ennyit láttam belőle mindig, mikor hazafele jártam vonattal. Befele, hogy itt egyszer csak eltűnik az erdőbe a vágány. De úgy kb. Egy olyan 3 km hosszú lehet. Úgyhogy egyre megyünk, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. Hát közben 2 évet elhagyva, már haladunk, most már 400 métert jöttünk az iparvágányon. Egyébként a felépítmény az, mint látjátok, Diós Győri 48-as sinek, és vegyesen hol talpa, hol betonaj. És ott megint ugye egy ilyen nagy élesebb ívvel befordul tovább az erdőbe. Egyébként itt most sétálunk, mi tovább is az erdőbe, tehát így még semmi rendkívüli nem volt a vonalon. Még utázjáró sem. De hát az is látszik, hogy nem mostanában volt kiszolgálás alatt, viszont az űrszelvényt azt úgy látom, hogy tisztán tartják. Mert nagyon azért űrszelvénybe lógó fák meg semmi nincsen. Tehát azt el tudom képzelni, hogy már arra készülnek, hogy akkor ismét lesz itt forgalom, és akkor valamennyire kipucolták. Látszik, na itt is. Ez speciál pont egy betonaljaszakad, és akkor itt az első utát járó, egy erdei útnál.
Szerintem ez az lehetett, amit már a, ott a villanypóznáknál is néztem, hogy bevezet egy út az erdőbe. Ez egy tipikus földút. Egyébként valami tanösvény is van erre. Tehát szerintem arra lesz, nézni csak meg. És akkor itt... és akkor a sinek itt mennek tovább, hogy vezető sines átjáró, de hát látszik, hogy nem nagyon pucolták ezt ki, tehát valószínűleg, hogyha itt vonat fog megint járni, akkor itt a két sín közötti részt azt ki kell takarítani, mert ez így nem teljesen biztonságos, meg azért itt már a sinek is eléggé betemette a homok, de végül is az minimális dolog, ezt a vonalgondozó ezt egy nap alatt megcsinálja, még kézi erővel is. És akkor menjünk tovább ott, halad tovább a vágány befele az erdőbe. És akkor körülbelül 800 méter után meg is érkeztünk ide. Valószínűleg eddig lehet menni, ez az iparvágány kapuja. És valószínűleg elhúzott egy vonat a háttérbe, a fővonalnál, és akkor a kapu után mindjárt meglessük, hogy mi a helyzet. De valószínűleg ennél beljebb nem tudok menni. És akkor ez már itt a honvédségi terület. És ezt nézzétek! Na, ez az, amit ritkán lehet látni, a vasaljak. Hát ilyen nem nagyon volt, vagy mely nem nagyon van vasúti pályában. Tehát nagyon ritka ez a fajta vasalj. Valószínűleg meg ilyen fővonalakon úgymond nincs is, ami ugye nem iparvágány, meg nem, csak ilyen mellékvágányok, már nem is használják ezeket a vasaljakat. De ez nem semmi. Ahogy itt vannak, akkor elő majd lesz fotó is. Igen, és akkor valószínűleg itt a vége. Legalábbis részünkre. Ugye ez már a honvédségi terület, és akkor ott még a vágány folytatódik tovább, azt is látjátok. Igen, szépen nézzük, hogy meddig. Hát ott van még egy belső kerítés is. És utána még ott van valami épület, és talán még utána is megy. Van egy tábla, és nem tudom elolvasni, mi van ráírva, de mindegy is. Na, valakit még belesni. Hát arrafele elnézve még látszik. Ott van egy ilyen panelépület, szerintem még az is a honvédséghez tartozik. Na, annyira látszik. Próbálom megmutatni, de hát innen nem nagyon tudom. Ott van. Az is az objektumont területén belül van, de hát akkor ennyi, tovább nem tudunk menni. És hát ráadásul dupla kerítés is van, tehát már ez is valószínűleg a honvédségi területnek a része, viszont ott beljebb, ott még van egy váltó, és ott ágazik ki többfelé az iparvágány. Tehát valószínűleg ott még jobban üldiznek valamit. Már mondom, itt egy élelmiszerraktár van. De, és nagyon más nem is látszik. Itt van ez a villanyvezeték kihúzva, meg ott az a nagy feszültségű megy tovább, de ennyi. És hát akkor menjünk szépen vissza. És ott itt a vágányok mentén. És akkor meg tudom ezekről a vasaljakról csinálni egy jobb minőségű képet. Van ez a tönkülönösség, hogy szerintem ebből egyébként az országos pályahálózaton belül se lehet sok. Ez nagyon ritka. Ez a 100-as vonal, azt tartok ott ilyen ritkaságokat, mint a Tápió Györgyén, ott volt sokáig az a fa felső vezeték tartó oszlop a mellékvágány mellett. Olyan sem volt máshol, meg azóta már nincs is. És akkor visszaérkeztünk ismét ide a kiinduló pontra. Itt vagyunk a vágány elején. És akkor ez a túra ez ennyi is lett volna. Bemutatta a HM-es iparvágányt, és lehet, hogy egy-két hónap múlva már lesz rajta a forgalom. De hát ezt majd meglátjuk. Hú, egyébként itt még jó, hogy a videóban a szag nem jön át, de itt trágya van mellettünk. Van ám neki szaga. Szóval akkor ez a videó az ennyi lett volna. Na, most a szemüveg marad, mert pont szemből jön a nap. Na, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Majd találkozunk a következő videóban, ami nem tudom mikor lesz, mert nem tudom, hogy honnan. Tervek azok vannak mindenre, csak nem tudom, hogy mikor, hova sikerül eljutni. Úgyhogy a többit azt tudjátok.
ugye épp a múltkor volt ilyen live adásban, amikor beszélgettünk ott többen is erről a dislike témáról, meg eleve ez az értékelésre a YouTube-on. Úgyhogy nem mondom azt, hogy de nyilván lájkol, diszlájkol lehet, de jobban, annak még jobban örülnék, hogyha akár lájkol, akár diszlájkol csapatsz rá, akkor még leírnád mellé mondjuk pár sorba, vagy pár szóba, kommentbe, hogy mi tetszett, vagy mi nem tetszett a videóba. Mert így szerintem sokkal több értelme van, mint pusztán azt, hogy így keptelésből nyomogatni a lájkot, meg a diszlájkot rá, hogy lásd, mint a múltkor bemutatóban, hogy még éppen csak elkezdtem a bemutatót, és még csak a visszaszámláló ment kb. 5 másodperccel, és már valaki nyomta le a diszlájkot, de már 3 like volt rajta legalább az. Úgyhogy még legalább 1 percig tartott a visszaszámlálás. Úgyhogy igazából egyiket se igazán értem, meg egyikre se látom sok értelmét. Így, hogy ahogy akartam, még egy másodpercet nem látott a videóból, de már nyomatja rá, hogy like, vagy rá a diszlájkot. Igazából mindegy, mert annyira különösebben nem érdekel. A kommentek azok annál inkább. Szóval akkor egy olyan ennyi, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, akkor sziasztok!